Sziasztok, Marika vagyok. Torta fog készülni. Itt ez a torta forma, aminek ugye nincs alja, ezt kicsipásszeltem, hogy ne mozduljon el. Ezt a zsírpapírt valahogy, ugye mivel ennek vannak itt ilyen kiugrásai, nem olyan igen egyszerű, ezt mindig be kell hajtani. Jóra kell szorítani. Na, hát egész jó lett. Egész jó lett, majd beteszem a sütőbe, ezeket leveszem innen. Ezeket a kapcsokat. Na, akkor most elkészítjük a tésztát. 18,2 cm, úgyhogy nem változott a mérete. Elmondom a tésztát. 2 tojás fehérje, csipet sóval kemény habbá verem. Ide kimértem 80 g kis tájcukrot, 10 g kakaót, meg fogom szitálni, és 60 g víz van itt, ami forró. Ezt összekeverem, és hozzáadok 6 g sütőpor, de inkább 7 legyen, mint 5. És ez finom liszt, 60 g, és akkor a 2 tojás sárgája. Belöntöm a formába, és sütöm. A sütőt már melegítem elő, 175 fok, nem 180-ra raktam, olyan mondom, legyen egy kicsit kevesebb, alsó-felső. Elkészítjük a krémet, a tésztát kettő felé vágtam, bejelöltem az oldalát, cérnát húztam vele, megkötöttem a cérnát, széthúztam, tudjátok, megkötöttem, széthúztam, és akkor két felé lehetett vágni a tésztát. A felső lapot egy kicsit vékonyabbra, azt vékony csikokra, ilyen centis csikokra fölcsikoztam, valamennyit hagyok belőle, majd az lesz a tetején a díszítés. Azt kiszárítom, amíg a tészta a hűtőben lesz, és akkor azt össze tudom majd morzsolni. Ez a terv. Akkor elmondom, hogy mit raktam ide. 300 g az őszi barackompót. A zselatin föl kell egy kicsit melegíteni. Mikróba be kell rakni, vagy egy edénybe kell vizet melegíteni. Ez a zselatin, ez 10 g, és ahhoz 30 g vizet adtam, és az őszi barack lének a levéből 3 ezzel a teáskanállal. Na, ezt mikróba berakjuk majd, mert az is hozzá fog kerülni. Na, akkor elmondom, mi van itt. 120 g mascarpone, 2 habfixáló. Hát ez nem lenne annyira fontos szerintem, de én biztosra megyek. 400 g a tejszín, most kiburítottam a tejszínt egy csészébe, mert olyan volt a dobozza, hogy nem tudtam takarni a márkáját. Olyat használtok, amilyet akartok, 30%-os zsírtartalmú tejszín ez. A porcukor az 70 g, ez pedig natur joghurt saját készítésű 150 g. Azt hiszem, mindent elmondtam, ha mégse, akkor a videó alatt megnézitek, ott minden le lesz írva.
Na, ide mindent beleburítok a barack kivételével egyszerre, ja, és a zselatin kivételével, és fölverem, amennyire tudom, és akkor hozzáborítom a zselatint, és megy a tésztára. Ott akkor cikáltam. Jól elosztom a barackot a krémen, vagyis hát így bent a torta belsejébe. Nagyon gyorsan kész ez a süti. Lehet, hogy minden barack nem megy rá, nem erőtetem. No. Próbáljátok, hogy rajta kezdet mosok. Pici krém. Nem kell sokat hagyni tetejére. Egy kettő csikot, hármat. Aztán míg ez megköt a hűtőbe, az ki lehet szárítani, be lehet mikróba is rakni. Én csak ennyit hagytam, éppen majd mutatóba lesz rajt. Most az összes krémet rárakjuk, egy kicsit följebb kell húzni, mert ez igen beleér. Megy a hűtőbe, majd jövök. Ezzel a kevés kis darával, ugye süteményt megszárítottam, kávédarára ledaráltam, ezzel egy kicsit beszórjuk a tetejét, meg az oldalát, és akkor díszítem. Nagyon jól néz ki szerintem. Az a kis kevés tészta dara, az elég is lett. Még nekem van kettő kis nyúlam, amit most ehhez fel tudok használni. Azt ide valahogy rárakjuk. Ilyen lett. Szerintem egész jó. Ahhoz képest, hogy nincs sok mindenem hozzá. Lehet még tejszínt rá, de ugye akkor külön meg kell kezdeni, mert az a kinyomós tejszín, az hamar összeesik, azt nem nyomunk rá.
Nagyon jól néz ki. Megkóstolom. Nagyon finom. Nagyon, még lehetne egy kicsit édesebb, annyit azért tudok mondani. Nagyon jól néz ki ez a torta. Ha elkészíteni valamelyitek is dupla adagot szeretne, 25,4 cm-es torta forma kell, nem 36, mert ugye most 18, úgyhogy erre ügyeljetek. Írjatok kommentet, köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videót is. Vigyázzatok magatokra, legyen szép az ünnepetek. Sziasztok!